Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látják. Itt állunk a Múzeumkertben, a Káptalan utcában, mert hogy elkezdődött a Múzeum utca plusz 2024 programja, és ellátogatunk ebben a műsorban a Pirogránit estékre is, ahol tegnap este Csemer Boglárka, avagy Bogi és zenekara lépett fel. Tartsanak velünk! A rekkenő hőségben ismét útjára indult a Múzeum utca plusz, városunk legfiatalabb fesztiválja, ami néhány éve a Pécs nyitva programsorozat keretében született meg a maszkos, covidos időszak egyik enyhébb fordulójában. A Múzeum utca valójában és főképpen a Káptalan utcát jelöli, ahol egymást érik a kiállítások Vazarelli, Lantos, Martin, Zsolnai nevével filmjelezve. Az idei Múzeum utca plusz azonban másképpen indult, mint a korábbi esztendőkben. Az óriásbábos, modern zenével kísért felvonulásból kivonták az óriásbábokat és a modern zenét, lett helyettük viszont lovagokkal, lovakkal és régi zenei együttesel egybefont multidéző vonulás. A történelmi felvonulás a Kereszt és Félhold címet kapta, hozzátéve, hogy a múzeum életre kell. Elsőként erről beszélgettünk a Janus Pannonius Múzeum vezetőjével. Én azt mondtam, hogy volt egy fesztivál, ami elindult, voltak neki jó kezdetei, de igazából egy gasztrofesztiválnak indult az egész. De mi úgy éreztük, hogy hát egyrészt egy picit a szervezés átcsúszott a múzeumra, mert eredetileg nem a múzeum szervezésében volt a fesztivál, és ha már átcsúszott a múzeumra, akkor azt gondoltuk, hogy egy kicsit hozzánk alakítjuk. És a múzeumon belül van egy nagyon erős hagyományőrző irány. Egyébként meg hát nem kell magyarázni, hogy a régészeti osztályunk van, akiknek többen ez a korszakkal foglalkoznak, illetve ezek a korszakokkal is foglalkoznak. És ezen kívül, hogy még kapcsolódjunk ugye a fesztiválnak a törökkori részéhez, az, hogy a múzeumnak van egy jelentős kormánytámogatása a Mohácsi csatatér kutatására. És ez nem csak egy kutatóprojekt, hanem a célunk az is, hogy egy kicsit a korszakot közelbe hozzuk, illetve a kutatási eredményeinket is be tudjuk mutatni. És hát ugye két év múlva lesz az 500. évfordulója csatának, amire állami szinten is egy komolyabb megemlékezés készül. Ennek része egyébként a mi kutatóprojektünk is. Úgyhogy, és én, amikor ezt a projektet tulajdonképpen megírtam Haramzamár kollégámmal, akkor mi ezt a részt is belevettük. Tehát, hogy nem csak egy szigorúan vett kutatóprojekt, hogy azon tudjuk a csatateret, illetve feltárjunk tömegsírokat, hanem hogy egy kicsit a közönség felé is prezentáljuk ezt az egész korszakot, illetve egy kicsit kibővítve Pécsnek ezt a két nagy korszakát, ugye a reneszánsz és a törökkor, aminek az emlékei amúgy is talán Pécsen legnyilvánvalóbbak Magyarországon. Szóval ezek a dolgok együtt hozták azt ki, hogy próbáljuk meg egy ilyen irányba nyitni. És ezt a fesztivált, vagy legalább ennek egy részét, azt erre a két korszakra megemlékezve bonyolítsuk le. A Széchenyi téren elhangzott egy mondat, hogy ha a közönség nem megy a Múzeum utcába, akkor a Múzeum utca jön a Széchenyi térre. De azért, ahogy néztem, igen sokan csatlakoztak a menethez, és eljöttek ide a múzeumkertbe. Mire számíthatnak ők a következő napokban? Hát lesznek kicsit szakmaira vett előadások is, tehát például fegyvertörténet kapcsán Haramzamár és Szabó Gergő kollégán fog beszélni itt mai napon. Általában vélem nyerhettek egy kicsit betekintést a korabeli hadviselésbe, katonai szokásokba, tábori életbe, és hát lesz még több ilyen program is, például holnapi napon egy beszélgetés lesz a csatatér kutatásáról, a Mohácsi csatatér kutatásáról, a múzeumos kollégák részvételével, illetve hát egy kicsit a korszak egyéb hangulataiba is bele lehet pillantani zenével, és hát élőben lehet tanulmányozni, de itt meg lehet fogni ezeket a fegyvereket, tárgyakat, akár kicsit meg is lehet lengetni a kardokat, puskákat kézbe lehet venni, szóval egy kicsit tényleg élővé próbáljuk tenni ezt az egészet. Sőt, hát odáig a kutatásaink már ott beépültek ebbe, hogy több hagyományőrző is már olyan eszközöket használ, amiket például a Mohácsi csatatéren találtak a fémkeresős kollégáink, és ezeknek a másolatait már kezdenek beépülni a különböző csapatoknak a eszközei közé, fegyverei közé. Két kérdés még, az egyik, hogy idén is vannak társszervezőik, ugye a Káptalan kert, illetve a Pécsi Est csapata, tehát velük együttműködnek, hiszen itt van a szomszédban a Káptalan kert és a szabadtéri színpad. Igen, hát nem szeretnénk kivenni ezt a egyéb mondatos fesztiválból, mi azt gondoltuk, hogy ezzel kibővítjük, tehát
Igen, nem csak erről szól a fesztivál, ez egy része, amit egyébként így ezzel a márkadévvel lehet így mondani, hogy félhold és kereszt, kereszt is félhold, szeretnénk folytatni jövőre is, és továbbiakban egy hagyományt teremtünk együttműködve a különböző egyéb partnereinkkel. Egyébként meg kell említenünk, hogy kicsit segítséget kaptunk a Zsolnai Örökségkezelő Rtétől is. Az MTT-ken kívül. Igen, igen, és hát ők voltak a korábbi szervezők egyike az előbbi években, viszont a másik része a személyes. Tehát ön a felvonuláson zászló és fegyverhordozó is volt, és hát teljes jelmezben. Jó látni, hogy ezt vállalta. Egy kicsit része a, egyébként megmondjuk a kutatásnak is, tehát én az egyik csapattal, akik ilyen vannak, a vándorlatörténelemmel, tavaly előtt voltam kint Prágában, egy ilyen csatarekonstrukción, ahol azért ennél jóval nagyobb rendezvény volt. Egyébként szeretném, hogy milyen kis külön ekkora volt, ott kb. 800-an csaptunk össze, rekonstruálva a 1620-as fejlődő csatát. Egyébként abban a szempontból izgalmas volt, hogy kicsit történészként, kicsit régészként részt venni egy ilyenben, hogy ha az ember olvassa forrásokat egy csatáról, hogy ki mit érzékel egy ütközetből, ahol több tízezer ember részt vett. Tehát nekem az nagyon személyes élmény volt, hogy én ott egy csapat részeként parancsokat teljesítve vettem részt ebbe a megmozdulásba, és mennyire keveset érzékeltem a környezetemből. Tehát ez nagyon fontos abban a szempontból, hogy hogyan kell értékelni az írott forrásokat, amiket olvasunk, például a Mohács csata résztvevő részéről is. Tehát van neki egy ilyen nagyon fontos beleélős része is, meg amúgy kell, hogy legyen létszám is, tehát én nagyon szívesen bővítem ebből a tekintetben is itt a jelenlévőknek a létszámát. Nem olyan, mint a filmeken, tegyük hozzá, gondolom én. Bocsánat? Nem olyan, mint a filmeken, ez az érzés, gondolom. Más, hogyha az ember külső szemmel nézi, mintha benne van, nem? Hát persze, természetesen. Itt akkor tényleg érzi az ember a fegyvereknek a súlyát, a ruhákat. És hát egy picit meg is járjuk ezzel, mert ugye az így talán köztudott, hogy pont a 15-16. Század az egy kicsit a kisok kékorszaknak szokták nevezni, de nem véletlenek ezek a gyapjú ruhák, amik nem erre a 36 fokos hőségre vannak kitalálva, hanem 15 fokkal legalább hűvösebben lehet őket kényelmesen viselni. De hát sajnos ezt is elnünk kell, hogyha ezt a korszakot akarjuk megélni. A felvonulás kísérője volt a régi zenét játszó Keleti Szél zenekar. Ők Hollókőről érkeztek Pécsre, és úgy a felvonuláshoz, mint a Széchenyi téri viadal bemutatóhoz illő korhű muzsikát szolgáltattak a közönségnek, illetve este koncertet is adtak a Múzeum utca Plusz programsorozat keretében. A zenészek természetesen szintén a korhoz illeszkedő ruhában játszották a több száz éves dallamokat. Mint az együttes vezetőjétől megtudtam, sokfelé hívják őket, köszönhetően a hasonló hagyományőrző rendezvényeknek. Kezdjük azonban azzal, hogy honnan fúj a keleti szél, avagy miképpen lett ez a zenekar neve. Onnan jött a keleti szél, hogy próbáltunk olyan nevet adni, ami nem teljesen klisés, volt már mindenféle. Az volt az alapelképzelés, hogy olyan zenét játszunk a középkorból, ami nem csak ez a tipikus nyugati névzene, szóval mi nem csak ez a tipikus nyugati középkori zene, hanem megpróbálunk kicsikét keletre is nyúlni, mert nem csak ugye nyugati zene létezik, hanem létezik a keleti is, ami bizony nagy befolyással volt itt a Kárpát-medencére, és itt sokféle kultúra és művészeti dolog keveredett, így itt a keleti zenének is ugyanannyi helye van, így ezért, hogy a nyugati zenét ellensőzők, mi lettünk a keleti szélzenekar. A székhelye, ha jól emlékszem az olvasmányaimra, akkor az Hollókő. Így aztán Pécsre hogy jutottatok el azon túl, hogy meghívott titeket a múzeum? Hát úgy jutottunk el, hogy nagyon hosszú volt az út, és fárasztó. Erre gondoltam. Úgy jutottunk el, hogy ez a hagyományőrző csapat, ez a közösség, ez ugye ismerít mindenki már mindenkit a sok-sok év után, és nekünk is itt volt több ismerősünk, aki látott minket már máshogy zenélni, és látta, hogy a mi viseletünk azért az egy létező ruhadarabok, nem csak valamit magunkra hallgatunk, amit találunk a boltba, hanem igyekszünk most például a 14. és 15. század viseletét megjeleníteni magunkon, és ez azért fontos egy igényes rendezvényen, hogy mondjuk ne valamilyen szedett-vedett banda jelenje meg, hanem akik igényesek a viseletbe, és így keresett meg engem a múzeum igazgató úr, hogy hallotta a zenénket, és sok zenekar szóba jött, de mivel mi így szépen nézünk ki, azért mi ránk esett a választás. Mutatni a zenéteket látni is lehet, hiszen videoklipet is forgattatok, ezzel is szembesültem az interneten, tehát azért titeket el lehet érni a világhálón is.
Így van. Van YouTube-unk két videoklipünk és egy stúdió felvételünk. Facebookon vagyunk leginkább aktívak a Keleti Szél zenekar oldalon. Most ősszel tervezünk egy élő albumot fölvenni, hogy az emberek ne csak itt a nyári fesztiválok során élvezhessék ezt a jó kis középkori muzsikát, hanem otthon télen bekuckózva is kicsit visszaidézhessék ezt a nyári hangulatot. A zenekar vezetőjével, Polgár Péter Antallal arról is beszélgettünk a Múzeum utca plusz megnyitóján, hogy vajon honnan érkeznek a dallamok, hiszen azok a muzsikák, melyeket játszanak, kottásboltban minden bizonnyal nem fellelhetők, és az internet adta kutatási lehetőség is korlátozott, lévén, hogy több száz évvel kell visszarepülni a múltba. Igen, ez egy nehéz kérdés az, hogy mi középkori zene, sokféle úton, módon el lehet indulni. Van, aki úgy indul el, hogy mindenféle kódexekbe néz utána, hogy milyen leírások vannak, azok alapján lehet lekonstruálni mondjuk a nyugati zenét. Az egész jó lehet az alapján. Magyarországon a Balassi óta beszélünk lejegyzett dalokról, ugye, mert ott szépen ő leírja a szöveget, hogy ő melyik dallamra írja ezt, és azt már jól vissza lehet idézni, azt már hitelesen, hogy előtte itt mit játszottak Magyarországon, ez egy ingoványos talaj. Mi azt próbáltuk meg, hogy olyan zenéket kerestünk a magyar népzenébe, mert a népzenét mindenki úgy kezeli, mintha ez csak egy ilyen modern dolog, ez azért nem így van, tehát a néplélek az egy nagyon-nagyon-nagyon ősi dologra építkezett, és ha az ember mindenféle módszerek és kutatási elvek segítségével halad, akkor ki tudja szűrni a népzenéből azokat az ősi elemeket, amik arra mutatnak, hogy ezek bizony nem csak hogy több száz, hanem több ezer évesek, mert például megtalálni ezeknek a párhuzamát messze Ázsiába, mondjuk a Volga vidéken, ahol most a helyi nyelven éneklik például ugyanazt a dalt, mint mi itthon. Ez érdekes, hogy a dallam az ugyanaz, a szöveg az nyilván más, mert ott mások alakultak a nyelvek itt is máshogy, de a dallam az megőrződött ez alatt a sok-sok időn keresztül. Ez például az őstörténet kutatásban is használják ezt a népzene kutatást, mert ez egy olyan kulturális örökségekre mutató kapcsolat, ami alapján ki lehet emelni, hogy mondjuk a magyarok merrefele vándoroltak, hogy milyen zenei elemek találhatók itt-ott. És a hangszerek? Ugye a Széchenyi téren láttalak először titeket, ott találkoztunk. Láttam lantot, ilyen hosszú szárú vagy hosszú nyakú mandolin volt, talán duda, dob, csörgő. Ezeket hogyan válogattátok össze? Hát ez egy egyszerű dolog, ugye van az a rész, hogy ez mennyibe kerül, meg van az, hogy mennyire hasznosítható. Ezek alapján próbál az ember összeválogatni, meg az is, hogy ez a mai ember fülének mennyire befogadható, vagy mennyire elég hangos. Tehát vannak olyan középkori hangszerek, nagyon szépek, nagyon jól szólnak, nagyon hitelesek, de hogyha itt így kettő-három álltok, ti halljátok, de a következő sor már nem hallja. Éppen ezért azért fejlődik el a korral, nem mindig ugyanazokat a húrokat használjuk, mint a régiek, hanem erősebb, feszesebb, vagy más anyagból lévő húrokat, hogy ezek a mai modern technikának is megfeleljenek. Hangszereinket vagy magyar készítők, vagy pedig külföldi direkt ezekkel a középkori hangszerekkel foglalkozó készítők csinálták, és hát az igény az volt, hogy azért úgy nézzenek ki, mint ezek a régi hangszerek, de meg is szólaljanak, és egy élvezhető zenét lehessen ezzel elérni. Hát illetve, hogy praktikus legyen, mert hogy a mai napon éppen tanulja voltam, hogy vonuló zenekar vagytok, és hát mondjuk cimbalommal nehéz. Hát így van. Ez a középkori zene műfaj, ez nehéz, mert sok mindent szeretné a szervező egyszer azt, hogy mondjuk vonuljunk, aztán adjunk színpadi koncertet, akkor zenéjünk csaták alatt, csinálunk táncházat, és ezt azért föl kell építeni egy olyan hangszerparkot, hogy mindegyikre alkalmas, és hangosítás nélkül is működik, hangosítással is, tánc alá is, vonulás alá is, és sok-sok minden már kihullott az idők alatt, tehát egy nagy vonós hangszerrel azért nehéz vonulni,
amit így a lába közé kell venni az embernek, ezek is sajnos kipotyognak, de így megmaradt a duda, a dob, a koboz és még más egyéb olyan hangszerek, amiket itt lehet látni és hallani. Záró kérdés, említetted, hogy egy élő koncertlemezt szeretnétek rögzíteni. Hol és mikor, hogyha valaki esetleg erre most felfigyelt? Ezt ősszel fogjuk megtenni Hollókőn, erről még a hollókőiek nem tudnak, de én már kiterveltem, hogy ott a helyi látogatóházban ott fogjuk fölvenni, mert ott egy egész jó kis akusztikájú tér van, és aki el szeretne, az el is jöhet. Ősszel, hogy ez mikor fog megtörténni, még nem tudjuk, de a Facebook oldalon ez ki lesz majd írva, és akkor ott értesülhet róla bárki. A Múzeum utca plusz a pénteki nyitóvonulást követően aznap este és a hétvége napjain várta vendégeit, és remélhetőleg a jövő augusztus derekát is színesíti majd a történelmi belvárosban. Hiánypótló kreatív térképek készültek Pécs és Baranya kulturális történelmi látnivalóiról, valamint gasztronómiai kínálatáról magyar és angol nyelven. A kiadványok célja, hogy ihletet adjanak a térségbe látogatók számára új élmények felfedezésére. A közel 60 vendéglátóhelyet és több mint 50 turisztikai célpontot felsorakoztató térképeket a napokban mutatták be a Janus Pannonius Múzeum látogatóközpontjában. A fiatal pár Sophie és Jani kíséretében járhatjuk be majd képzeletben Pécset és Baranyát azokon a térképeken, melyek mostantól minden szálláshelyen, kulturális helyszínen és vendéglátóhelyen is elérhetők a turisták számára, hogy segítsék őket a térségben való tájékozódásban. Mint azt az ötletgazda és a kiadvány gondozója a Made in Pécs szerkesztősége nevében Gellai Gergő tévénknek elmondta, hiánypótló idegenforgalmi marketing eszközt sikerült létrehozniuk. Városlakóként én is nagyon hiányoltam már egy ilyen típusú kiadványt. Fölösleges, vagy olyan butaság lenne, vagy túlzó lenne azt mondani, hogy ez a mi ötletünk volt. Tényleg valahogy ez már benne volt a levegőbe évek óta, és mi vettük így a, hogy mondjam, a kezünkbe a munka összefogását, vagy ezt a szerepkör, de ez nem egy túlzó fordulat, hogy ez egy össze, vagy egy közös munka, mi ez tényleg így történt. Meg én város, vagy hogy mondjam, turistaként is, én tökre örülök egy olyan kiadványnak, ami gusztusos, szép, jópofa és ilyen releváns belső infókat, tehát nem az ilyen száraz, álmos, mindenhol elérhető infókat, hanem egy picit ilyen belsős, akár jó tollal megírt információkat javasol a turistának. Mi ezt próbáltuk itt is megvalósítani, tényleg ilyen kis képzeletbeli szituációs játékokon keresztül vitatkozik a két képzelt házigazdány. Ezzel így nagyon megszerettük már a kezdettől fogva ezt a munkát, és örülünk annak, hogy tényleg ilyen két év alatt, de a végére értünk. Mondhatnék itt nagy átfogó, összefoglaló beszédeket arról, hogy a információ fogyasztási szokások hogyan hullámoznak vagy váltakoznak. 5-6 éve butaság lett volna azt mondani, vagy hogy mondjam, ki is nevetett volna talán mindenki, hogy csinálunk egy print kiadványt. Most pedig egyre inkább azt látom, hogy ebben a átláthatatlan információ masszában, amikor gyakorlatilag tényleg minden megvan, csak éppen senki nem tudja, hogy mi mögött áll, nem tudom, a üzleti félrevezető szándék, vagy bármilyen más egyéb szándék, ami minket nem előre, hanem inkább hátra vissza az információk keresésben, azt egy ilyen releváns, jó szándékú, nem üzleti alapú szakmai kiadványokkal támasszák alá, akik veszik a fáradtságot arra, hogy ezt megcsinálják. Nagyjából ez volt így az alapcélunk. Erre biztosak vagyunk benne, hogy sokat hibáztunk, biztosak vagyunk abban, hogy ezt toldozgatni, fordozgatni kell. Ezért nem is az első, hanem tényleg inkább az ilyen nulladik kiadásnak szánjuk ezt, de egyszer ezt is meg kellett csinálni, és nyitottak vagyunk abszolút a jobbító javaslatokra. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a tematikus térképek széleskörű összefogás eredményeként jöhettek létre, általuk a térségben működő szinte valamennyi kulturális és turisztikai szereplő profitálhat. Éppen ezért is sokan álltak a kezdeményezés mellé, többek között a Baranyai Gasztronómiai Klaszter, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Villányi-Siklósi Borút Egyesület. A projekt egyik fő támogatója a pécsi önkormányzat volt. Ruzsa Csaba alpolgármester a Pécs TV-nek elmondta, hogy egy hasonló kiadványban már ők is gondolkodtak korábban. 2021-ben még a Covid indulásakor készült egy innopályázat, abban volt egy tervezés egy gasztronómiai térképre. Ugye akkor indult el a beszélgetés. Maga a dolog nem tudott megvalósulni, mert ugye a Covid meg az energiaválságot bekevert minden, de ugye ezt fölvették a fonalat az urak tavaly ezt követően. És azt lehet mondani, hogy már ez megvalósult. Én azt gondolom, hogy nagyon sok új hely nyílik.
És valószínűleg, aki Pestről jön, vagy Nyíregyházáról, vagy Szegedről, az nincs képbe arról, hogy mi volt itt Pécsen korábban, vagy Villányban. Egyrészt kell egy olyan, hogy mondjam, tájékoztató jelek, hogy mi az, amit ma elérek, vagy ha a reptéről leszállnak mondjuk Münchenből. A másik része, hogy mi sem igazából tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy Pécsről vagy Villányból mennek, de mind a két irányból mennek folyamatosan. Ugye az látszik, hogy a bicikliútak építése és egyéb dolgok kezdenek kinyitni újabb típusú közlekedési lehetőségeket, tehát valószínűleg a turizmusnak különböző részelemei is meg fognak jelenni, nem csak az, hogy busszal megy valaki, vagy vonatta, vagy autóval, és ezek hogyan tudnak megjelenni. Ugye épp most mesélte nekem valaki nemrég, hogy túrázni voltak ősszel, és hogy jutottak el gyalog a Orfűi, nem tudom én, legszélén lévő éttermekben annak idején, 10-20 évvel ezelőtt, és hogy ezek is úgy tűnik, hogy kezdenek úgy visszajönni. Tehát azt gondolom az, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy mi van körülöttünk, és hogy mi érdekelhet abból minket, az nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen összefoglaló kiadvány, és ebben a gasztronómia azért ma már egy kiemelten fontos dolog, ugye keressük azt, hogy miben van helyi termék. Ugye ez mind valójában kisvállalkozás. Tehát itt azért az egyik fontos eleme annak, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy van egy Pécsintva kampány, van egy megyei kampány, van egy város-megyei összefogás, a kamara is beszáll, akkor valójában helyi cégeket segítünk azzal, hogy marketinget biztosítunk nekik, hogy a vevők megtalálják őket. Ez az alapgondolat mögötte. Tehát az egész turisztikai kampánynak a fő eleme, hogy a helyi termelők és helyi éttermeket elérjék a vevők. És igazából ilyen szempontból nekünk teljesen mindegy, hogy ez Pécs vagy Baranya, mert aki egyszer Villányban van, utána másnap jön Pécsre. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk mind a kettő fontos. A térképek másik kiemelt támogatója a Baranya vármegyei önkormányzat volt. Mint azt Őri László elnök tévénknek hangsúlyozta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a Baranyában fellelhető értékeket megismertessék a turistákkal. Ehhez azonban elengedhetetlen az olyan közös gondolkodás, amelyre a jelen kiadványok létrejötte is jó példa lehet. Én azt gondolom, hogy ennek a kiadványnak a legfontosabb üzenete, hogy az igazán fontos ügyekben képesek vagyunk az összefogásra. Különböző testületek, vezetői, civil szervezetek, és én azt gondolom, hogy a turizmus fejlesztése az egy közös összefogást igénylő jó úgy Baranyában. Különösen azért, hiszen, és mi elfogultak vagyunk Baranya irányában nyilván itt élőként, mert azt gondoljuk, azt valljuk, hogy ezt mind természeti értékekben, mind kulta és mind gasztronómiai élményekben az egyik leggazdagabb vidéke az országnak, ezért van még tennivaló annak érdekében, hogy ezt minél többen megismerjék. Az ingyenes tematikus térképek 30 ezer példányban jelentek meg, és Baranyában minden turisztikai, kulturális szempontból frekventált helyszínen elérhetők lesznek. A további tervek között szerepel az is, hogy az angol nyelvű példányokat külföldi utazási irodákhoz is eljuttassák. Pirogránit esték nyári koncertsorozat részeként érkezett Pécsre a Fonogram díjas Csemer Boglárka, avagy Bogi, aki városunkban kezdte meg Maradj Még elnevezésű országos turnéját. A folytatásban lesz még Veszprém, Szolnok, Szeged és Pomáz, de a nyitó koncert bizony Pécsen zajlott a mediterrán forróságban. Apropó forróság, Csemer Boglárkával elsőként arról beszélgettünk, hogy nemrégiben videóklipet forgatott Algériában, Manál Gerbi énekesnővel, Szépség címmel. Nagyon érdekes a történet, mert készítettem egy dalt Manál Gerbi algériai énekesnővel, miközben ez úgy alakult, hogy 2022-ben én képviseltem az országot Algériában, az Európai Zenei Fesztiválon, ahol ott volt Manál Gerbi is, és jóba lettünk. És amikor 2023-ban kaptam egy ismételt meghívást erre a fesztiválra, akkor már azzal a céllal mentem ki, hogy ha még egyszer eljutok ebbe az országba, akkor szeretnék egy dalt készíteni itt. Hogy tudod, ne csak az legyen, hogy kimegyek még egyet énekelni, és hazajövök. Úgyhogy az eltelt egy év, a 22 és 23 közötti egy évben én nagyon sok algír zenét hallgattam, megnézegettem, hogy milyen zenét hallgatnak ott az emberek, mi megy a rádióba, tévébe, illetve hát Manál Gerbiből kiműveltem magam, mert ő egy ilyen arab-andalusz tradicionális zenei énekesnő, és hát nagyon-nagyon tetszett az egész minőség, amit ő képvisel, és akkor 23-ban megkerestem őt egy e-maillel, írtam egy dalt, ami Algéria szépségéről szól, és ő ezt megkapta egy e-mailen, és másnap válaszolt, hogy örömmel részt vesz ebben.
Illetve hát egy forgatásban is, hiszen videóklip is készült hozzá. Hát elképesztő volt, hogy tényleg landoltunk Algériában, és kb. Ahol lehetett forgattunk, és hát annyira kooperatív volt Manel, hogy csomó kliphelyszínt ő ajánlott, illetve hát még a pikantériája az volt a forgatásnak, hogy eltűntek a csomagjaim, nem érkeztek meg Algírba, úgyhogy sminkeket, ruhákat, helyszíneket, mindenbe segített a Manel. Tehát egy olyan együttműködést tapasztaltam meg vele, ami egy nagyon más típusú gondolkodás. Tehát egy európai zenész általában úgy gondolkodik, hogy megcsinálom a dalt, aztán csinálj vele, amit akarsz. Vagy el se vállalja, mert éppen nem fűzi hozzá érdek, de hogy a Manáltól annyi nagyvonalúságot meg hogy is mondjam, alázatot tanultam, hogy nagyon örülök, hogy ez a dal létrejött vele. Most egy turnénnyitón vagyunk a Zsolnai Kulturális Negyedben, Maradj még címmel. Ez is, mármint ez a dal is egy koprodukció, ez meg most forgattok, ha jól tudom, videoklipet, ugye Agócs Mártonnal. Igen, az Au Revoir zenekar frontemberével, Agócs Mártonnal onnan ismerjük egymást, hogy én a kedvesével, Kemény Zsófival már 2017 óta dolgozom együtt. Kemény Zsófi egy költő, és több dalszövegemet is jegyzi, tehát már a harmadik lemezemre is írt szöveget, a negyedikre is, és ez a bizonyos Maradj még, amit Agócs Mártonnal készítettem, ez ennek is a szövegét együtt írtuk Zsófival, és egy szövegírás alkalmával eszembe jutott, hogy úristen, miért nem kérdezem meg az Agócsot? Hát annyira nyilvánvaló lenne, ráadásul a dalszöveg is ilyen párkapcsolati, elhidegülés, se veled, se nélküled, tehát egy olyan párkapcsolati állapotot ír le, amiben szerintem mindenki volt már, vagy lesz, vagy még lesz. Szóval, hogy ezek ilyen folyamatos hullámzások, ez szerintem aki hosszú párkapcsolatban van, vagy rövidben, ezt már biztosan megélte. Úgyhogy ehhez tudott kapcsolódni a Zsófi is, az Agócs is. Úgyhogy egy szuper kis vidám, vitorláshajós klip készült hozzá, amit majd egyébként szeptember 3-án fogunk bemutatni. Kevés időnk van már a koncert kezdéséig, úgyhogy zárásként, nem olyan rég, két héttel ezelőtt azért itt voltál Baranyavár megyében, kémeim jelentették, Kismolinak hívják, hogy végig katlanoztál, itt voltál végig az Ördögkatlan Fesztiválon, hogy érezted magad? Hát nem árulok el titkot, de én ezt a közösségi felületeimen is szoktam hangsúlyozni, hogy nekem a kedvenc fesztiválom az Ördögkatlan. És ha meg kell fogalmaznom, hogy miért, akkor azért, mert egyszerre családias, egyszerre képviselsz nagyon magas minőséget. Azok az emberek, akik az Ördögkatlanra járnak, azokkal én ilyen nagyon nagyfokú sors társaságot érzek. Tehát nagyon egy húron pendülök a közönségével a fesztiválnak, és hát nagyon családbarát. Tehát az, hogy én már az egyéves kislányomat is vittem Ördögkatlanra, aki most már 4, akkor a 7 éves kislányomnak is ez volt a harmadik Katlan fesztiválja. Szóval ez egy ilyen markáns élmény a kislányaimnak is, meg egy közös családi nyaralás, tehát én ilyenkor rászervezem a családi nyaralást konkrétan, és akkor voltak olyan évek, amikor nem is léptem föl az Ördögkatlanon, csak nyaraltam. De most igen. De most fel is léptem, és az is nagyon jó volt, de úgy összességében ez a fesztivál, ez szerintem egy csodálatos kultúrmisszió, és nagyon sok, még legalább 100 évet kívánok ennek a fesztiválnak. Köszönöm! Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Köszönjük figyelmüket az egész stáb nevében. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.